Látom, hogy talán igen. Én hallok téged. Oké. Szóval szeretettel köszöntünk mindenkit, akkor ezzel megkezdjük a mai előadást. Egy forrástani kérdésről lesz szó, tehát ízig-vérig történettudomány lesz, ami most következik. Mit lehet kicsiholni azokból a forrásokból, amik már nagyon régóta ismertek, és úgy tűnt egy időben, hogy talán már semmire sem alkalmasak, vagy pontosabban nem azt, hogy nem alkalmasak, hanem nem lehet velük tovább lépni. Mi most úgy látjuk, hogy lehetséges. Általában a magyar őstörténetet történettudományi szempontból ugye a forráshiány jellemző, ezt tudjuk, ami azt jelenti, hogy egy maroknyi szövegünk van, amivel dolgozni lehet, de ez a maroknyi szöveg, ez javarészt már nagyon régóta ismert. És ahhoz képest, hogy milyen kevés szövegről van szó, ahhoz képest iszonyatosan nagy az a szakirodalmi bázis, ami ezekre a szövegekre ráépül. Tehát irgalmatlanul sok gondolkodás van ezen a kevés mennyiségű szövegen, és ennek van egy olyan furcsa következménye, hogy a gondolkodás egyre világosabban és egyre inkább elszakad a szövegektől, bár úgy tűnik, mintha nem tenni ezt, de mégiscsak az értelmezések elkezdenek önálló életet élni, és időnként már magunk se látjuk az eredeti szöveget. Tehát beleveszünk az értelmezések dzsungelébe, és egyszerűen nem csodálkozunk rá arra, hogy mi van egy-egy szövegben. A mai előadásunk is egy ilyen esettanulmány tulajdonképpen, ahol egy 100 milliószor elolvasott szövegen akadtunk fönn, és jutottunk olyan dolgokra, amik rá nem számítottunk, azt gondoltuk, hogy persze voltak meglátásaink, de hogy valami nagyjából rendben van a dologgal. Hát aztán kiderült, hogy egészen más utakat is lehet találni, mint amik eddig voltak. Ennek az előadásnak a genezisét, azt speciál egészen pontosan tudjuk. B. Szabó János barátom és kollégám csodálkozott rá egy szöveghelyre. Ez Simon Robertnek a nagyon kiváló Infadlán fordításából és kiadásából származik, annak az egyik lábjegyzetében van egy zárójás megjegyzés, ezt fel is olvasom, mert eléggé sarkalatos. Nem világos, hogy az egyik méltóságnév miért siár, a másik meg, fontossága ellenére csak ism. Ez volt az a mondat, ami ezt az egész tanulmányt elindította. Arról van ugyanis szó, hogy ugye a magyar hatalmi szerkezetben elméletileg, vagy legalábbis a kutatások jelentős része szerint két uralkodó van, kettős királyság, ami esetleg még szakrális is, és akkor ugye az egyik uralkodó volna a Kende, a másik pedig a Gyula, és aztán ebben azért vannak problémák, majd ezt tudjuk látni, nem túlságosan egyszerű a szöveg, vagy nem olyan egyértelmű, de volt egy konszenzus, hogy ezt ugyanúgy kell értenünk, hogy két uralkodó van, és hát Simon Robert ugye jelezte, hogy itt, hogy valami azért ezzel mégsem stimmel olyan nagyon, valahogy neki ez az egész furcsa, de egyébként ő vitte tovább a szokásos értelmezési keretet, majd meg fogjuk látni, hogy vajon mi az, ami őt erre késztette. Mielőtt azonban ebbe belemennénk, meg fogjuk nézni a szöveget. Az előadásunk az tulajdonképpen három részből fog állni. Én most fogok egy kicsit beszélni magáról a szövegről, meg hogy mi mit gondolunk erről a szövegről. Utána János elmondja azt, hogy jutottunk el addig, amíg mi elkezdtünk ezzel foglalkozni. Tehát hogy megy a kutatás íve, nagyon tanulságos a történet. És aztán én a végén megpróbálok, vagy a harmadik részben megpróbálok felvillantani néhány lehetőséget arra, hogy mi áll a háttérbe a Gyula és a Kende szó vagy fogalom hátterében, mi állhat, merre mehetünk tovább, és az eredményeket pedig a János fogja összefoglalni a végén. Amit most rögtön mondok, hogy ez a beosztás, hogy ezt most így adjuk elő, ez nem azt jelenti, hogy így dolgoztunk, hanem most ezt így adjuk elő, ez egy előadási forma, ezt gyakorlatilag folyamatosan állandó kommunikációban együtt alkottuk meg, vagy együtt alakítottuk ki ezt a tanulmányt, és akkor most megosztom a PPT-t remélhetőleg.
De csak szeretném, mert most eldugta. Oké. Jó. Tehát. Bocsánat, nem látszik. Nem látszik. Látom, semmit nem látok. Ez az, most igen. Most jó, most jó. Szuper, nem csináltam semmit, de... jó. Na, erről a mondatról van szó. Egyetlen egy mondatot fogunk itt cincálni. Hát ez egy eléggé sarkalatos mondat, hihetetlen teher van rajta a magyar őstörténet kutatásban. Irgalmatlan sok és nagyon nagy elmélet épült erre a mondatra rá. Olvassuk el csak így. Főnöküket Kendének nevezik. Ez a név a királyuk címe, ugyanis annak az embernek a neve, aki a királyi hatalmat gyakorolja fölöttük, az Gyula, GLH a lejegyzésben. Az a kérdés, hogy ezt hogy kellene nekünk értenünk. Mielőtt ebbe belevágnánk, nézzük meg, hogy hogyan szerepel ez a mondat máshol. Ugye ez a mondat a Jajhány hagyománynak nevezett szövegkorpuszból származik, aminek az a baja, és hát azért is beszélünk Jajhány hagyományról egyáltalán, mert hogy Jajhány alapszövege nincsen meg, kivonatolói vannak, nem teljesen világos a kivonatolás rendszere, kereszthatások, ezt nagyon nehéz lenne feltérképezni, ugye mi azt tudjuk, hogy egy csomó szöveg nem áll a rendelkezésünkre a Jajhányin kívül is. Tehát valahogy rekonstruálnunk kellene a dolgokat. Mi alapvetően azért abban gondolkodunk, hogy hát a Jajhányit nem ismerjük, tehát nem tudjuk, hogy a Jajhányiban mi van, tehát azzal kell dolgoznunk, ami van. Különböző állapotai vannak a szövegnek, ez látható itt. Ez a mondat ezekben a formákban jelenik meg a különböző szöveg változatokban, kivonatokban, átdolgozásokban. Van egy nagyon rövid verzió, ez a királyuk neve Kende. Az olvasatokról majd lesz külön szó. Aztán van egy olyan, ami azt mondja, hogy ennek az országnak a királyát HLT-nek, valójában Gyulának nevezik. Aztán van egy olyan verziónk, hogy a főnöküket Kendének nevezik, ez a név a királyuk címe. Aztán van, amit már láttunk, főnöküket Kendének nevezik, ez a név királyuk címe, ugyanis annak az embernek a neve, aki a királyi hatalmat gyakorolja fölöttük. Gyula, és akkor van még egy, ezt a főnöküket Kendének nevezik, ez a nagyobb királyuk neve, azt a főnököt, aki az állami ügyeket intézi, Gyulának nevezik. Tehát ezekkel a szövegekkel kellene nekünk dolgoznunk, hogy ezek hogy oszlanak meg időben és információban az ebben a táblázatban látszik. Ugye a legkorábbi szöveg az Imi Rusztájé, ő hozza mind a két méltóságnevet, a Kendét és a Gyulát, aztán jön a Hududal állam, ami 982-es, de a kelet-európai információs csomagja az inkább a 10. század elejére látszik mutatni, tehát ez nem portás anyagnak tűnik, abban csak a Gyula van benne. Aztán van Gardizi, ugye 1050 körül, ami az Ibn Rusztánál másfél évszázaddal későbbi, abban benne van a Kende és a Gyula is, és aztán az összes többiben már csak a Kende és a rövid mondat fog szerepelni, ugye a magyarok vezetőjét Kendének hívják. Az utolsó három tétel az tulajdonképpen kevésbé érdekes, mert azok Marvázinak a szövegét viszik tovább. Tehát ebből az látszik, hogy valójában két csoportja van tulajdonképpen a szövegeknek. Van amelyikben mind a két információs elem benne van. Van a Hudud, ami egy ilyen nagyon fura dolog, ez egy ilyen kilógó valami, amiben csak a Gyula van benne. És aztán a későbbi források pedig a Gyulát kihagyják, és csak a Kendét viszik tovább. Mire lehetne ebből következtetni? Hát legalábbis arra, hogy különböző értelmezései vannak a szövegnek. Ugye valahogy rövidítik a szövegeket, de különböző módon rövidítik. A Hududal állam az a Gyula fele rövidít, a későbbi szerzők a Kende fele rövidítenek. És hát ugye azt, hogy itt egy kettős uralom lenne, azt mind a ketten kihagyja, vagy azt az egyszeres redakciók azok kihagyják, tehát azok semmi ilyesmiről nem beszélnek. Tehát úgy érzik, hogy ezt a kettős struktúrát le lehet rövidíteni, össze lehet vágni egy egyszeres struktúrára.
Na nézzük magát a szöveget még egyszer, és akkor egy kicsit részletesebben. Mi az Ibn Rushd-féle szövegből indulunk ki alapvetően. Ugye ez a legkorábbi, ezt tekintjük most egy alapszövegnek, de természetesen a gardizi hosszújával is fogunk egy picit mindjárt foglalkozni. Na, a probléma az abban van, és a nyitó idézet, ami Simon Róbertől származott, ugye, az ezt célozza meg. Ugye az van, hogy ez a név Ism, a királyuk címe, Siár, de a másik ember, vagy ugyanakkor annak az embernek a neve, megint csak egy Ism, az a név, arabul, aki a királyi hatalmat gyakorolja, a Dzsula. Tehát itt az a helyzet, hogy van két nevünk, mind a kettő ism szóval van megjelölve az arabba, csak az egyik az úgy magában ism, a másik pedig egy olyan ism, ami valójában siár. Az ism az egy teljesen egyszerű közszó, azzal nagyon nincsen mit gondolkodni, a siárral viszont annál inkább, az elég sok feltörést okozott a szakmának, eléggé sok mindent és kicsit homályosan jelent, van, aki megszólításnak fordítja, van, aki szimbólumnak, de van talán csatakiáltás jelentése is. Tehát valamilyen megkülönböztető dolgot mond el nekünk. Tehát magyarán ebből az látszik, hogy a szöveg maga az azt mondja, hogy van egy közönséges név, meg van egy speciális név, ez a siár, ez jelentsen bármit is, de azt jelenti, hogy ez egy, hogy nem egy közönséges, hanem valamilyen másféle névről van szó. Na és akkor, hogy bonyolultabb legyen a dolog, itt van középen az ugyanis szó, ezt is többféleképpen lehet fordítani. Ez egy arab kötőszó, lianna, ami valamiféle oppozíciót jelöl. Magyarán a mondat eleje meg a vége valamilyen módon oppozícióban van. Az a kérdés, hogy milyen oppozícióban van a két mondatrész egymással, hogy itt valójában a között van oppozíció, tehát a két név típus között van oppozíció, hogy van egy ilyen név, meg egy olyan név, vagy pedig a két személy között van oppozíció, hogy van az egyik ember, meg a másik ember. És mi ezen a ponton gondolunk új olvasatot. A hagyományos olvasat az azt mondja, hogy a két ember között van az oppozíció. El fogom most olvasni ezt a mondatot a mai helyzetre, vagy a mára aktualizálva Nagy-Britanniával kapcsolatban. Azért teszem ezt, mert arra jöttünk rá, hogy a történeti kulcsfogalmakat használjuk, az egyszerűen megzavarja az érzékelésünket a rengeteg rátelepedett értelmezési lehetőség miatt. Tehát Angliára transponálva ez a mondat ma így hangzana. A főnöküket Quinnnek nevezik. Ez a név a királynőjüknek a címe. Ugyanis annak az embernek a neve, aki a királyi hatalmat, az uralmat gyakorolja fölöttük, az Boris Johnson. Ugye? Ez a mondat ezt mondja a hagyományos értelmezés szempontjából. Ez azért érdekes, hogy azért furcsa egy kicsit, mert nem ezt várnánk. Mert valójában egy ilyen mondatban azt várnánk, mondjuk, hogy a főnöküket Quinnnek hívják, ez a királyuk címe, és az az ember, aki gyakorolja a hatalmat, az meg a miniszterelnök. Ugye egy ilyen típusú mondatot várnánk. Vagy azt várnánk, hogy a főnökük neve a Queen, és egyébként második Erzsébet, aki pedig a hatalmat gyakorolja, az meg a Boris Johnson. Ugye az a kérdés, hogy milyen szemantikai mezők jelennek meg a szövegben, hogyha az egyik, az első részben csak a cím, a második részben, nem stimmel a szemantikai mezeje a két mondatrésznek egymáshoz, az ellentétet figyelembe véve. Ugyanis a Quinnnek a miniszterelnök lenne az ellentétje, a második Erzsébetnek meg a Boris Johnson lenne az ellentéte, a Quinnnek nem ellentéte a Boris Johnson, ugye? Tehát az ellentét, az oppozíció nem igazán valósul meg így. A mi olvasatunk ezzel szemben, szintén Angliára optimalizálva, az úgy hangzana, hogy a főnöküket Quinnnek nevezik, ez a név a
a királynői kína, ugyanis annak az embernek a neve, aki a királyi hatalmat gyakorolja fölöttük, második Erzsébet. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az opozíció az a két név típus között van, és valójában az a szöveg az azt mondja, hogy a főnökük neve, főnökük címe Kende, a neve pedig, személy neve pedig Gyula, vagyis szerintünk itt egyetlen emberről van szó, egy Gyula nevű Kendéről, egy Gyula nevű királyról tulajdonképpen, aki a magyarok vezetője lenne. Na most az a helyzet, hogy a rövidítések, amiket az előbb láttunk, itt a táblázatban, de itt meg a szövegekben, azok valamilyen szinten ezt a gondolkodásmódot igazolják. Azok az arab szerzők, akik lerövidítik ezt a szöveget, azok nem érzik, hogy egy kettős uralmat kéne belelátniuk ebbe a szövegbe. Egyébként szó sincs, tehát expressus verbis nincsen arról szó, hogy itt két uralkodó lenne sehol, és ők nem is érzik ezt, és kidobják a Gyulát egyre. Miért dobják ki a Gyulát? Azért, mert azt gondolják, legalábbis szerintem, vagy szerintünk, hogy a Kende, mint méltóságnév, az egy tartósabb információ, a Gyula, mint személynév, az meg egy időhöz kötött információ, tehát ha én 100 évvel az alapszövegem után vagyok, akkor annak már nincs relevanciája, semmi értelme nincs ezt megadni, nincs jelentősége már ennek az információnak, tehát kidobják. Ennek látszólag ellent mondhatna a kettes számú idézet, ami a Hududal államból való, ez ugye a szöveg 982-es, ő a Kendét dobja ki, és a Gyulát tartja meg. De az a helyzet, hogy eléggé világosan az információi Kelet-Európáról azok tizedik század elejiek, amiben pedig a Gyulának lehet relevanciája. Tehát, hogy az az információs szett, amit a Hudud szerzője beépít a saját szövegébe, az egy tizedik század elejei dolognak tűnik, és abban teljesen értelmes dolog az még, hogy a Gyulát tartja meg, és a Kendét rakja ki. Tehát annak akkor még lehet, hogy van értelme, hogy az uralkodót Gyulának hívják. Na most, akkor viszont mit csinálunk az ötös számú idézettel, ami Gardizi és 1050 körül van, és egyébként a Jaihani hagyomány egyik fő szövegének tekinthető, messze a legbővebb szövegről van szó. Hogy lehet, hogy ő egyrészt megőrzi mind a kettőt, másrészt meg plusz információkat is hoz. Hát ennek sokféle oka lehet. Az egyik az az, hogy Gardizi ugye fordít, ez egy perzsa nyelvű szöveg, és hát Moskó Mihály meglátásai szerint eléggé sok helyen eléggé gyakran fordít, eléggé figyelmetlenül fordít. Tehát lehet, hogy simán és egyszerűen benézte a dolgot, és mást fordított, mint ami az eredetiben volt. Tehát magyarán gondolhatjuk azt, hogy ez egy értelmező fordítás, ez nem az eredeti szöveg, hanem az eredeti szövegnek egy Gardizi féle értelmezése, ahogy ő ezt látta. Ugye a Gardizi gondolkodása az eléggé összepasszol azzal a gondolkozással, ahogy hagyományosan a magyar történettudomány gondolkodik. Erről a mondatról. Ugyanakkor a Gardizi gondolkodás módját magyarázhatja a saját kora. Ő ugye egy olyan államszerkezetben él, ahol van egy szultán és van egy vezír, mint két kimagasló állami vezető, messze mindenki fölé magasodó állami vezető. És tulajdonképpen ez a mondat, ez valójában leírja a szultán vezír párosát, leírhatja azt is. És még egy dolgot érdemes itt figyelembe vennünk, az pedig az, hogy ugye sokféle átirata van ennek a Jaihani hagyománynak, ennek a szövegnek is, mint látjuk, különböző verziói vannak, de ezek a verziók, ezek tulajdonképpen valahol összetartanak, egy irányba vannak, a rövidebbek levezethetőek a hosszabbakból, most ebből a rendszerből a Gardizi kilóg. Gardiziből nem lehet levezetni a rövid verziókat, mert a Gardizi egyértelműen két uralkodóról beszél, tehát a Gardizi rövidítés az lenne, hogy két uralkodójuk van, egy kisebb, meg egy nagyobb, mondjuk. De nem lehet arra lecsökkenteni a dolgot, hogy a főnök Kende, hiszen ő egy másféle információs csomagot ad nekünk. Tehát az, hogy a főnök méltóságneve Kende,
a személy neve Gyula, abból kidobhatom a Gyulát minden további nélkül, mert az alapinformáció megmarad. De az, hogy a főnök neve Kende, de egyébként ez a nagyobbik király neve, mert van egy másik is, abból nem lehet kidobni, vagy nem lehetne kidobni ezt az információt. Másképpen fogalmazva azt is mondhatjuk, hogy a gardizi szöveg, a szövegkorpuszban egy teljesen egyéni, teljesen sajátos, atipikus változatot képvisel, és hát mondjuk semmi sem utal arra, hogy ezt kellene originális szövegnek tekintenünk. Ha egyébként megnézzük a gardizi szövegét, a gardizi szöveg döntő többsége az semmilyen másik dzsajháni hagyományhoz köthető szövegben nincsen benne magyarán. A gardizi az láthatóan dolgozik ezzel a szöveggel, beleír, hozzáír, értelmez, mindenféléket csinál vele. Tehát egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy ezt a mondatot, ezt nekünk szükségképpen egy eredeti állapotnak kellene tekintenünk, erre nincs, ami kötelezne minket. Úgyhogy összességében ezek alapján mi azon a véleményen vagyunk, hogy ez a mondat tök egyszerűen értelmezhető, úgy, ahogy az ember elolvassa ezt a mondatot, akkor prekoncepciók nélkül egyébként is értené, hogy van egy királyi cím, uralkodói cím, az a Kende, és van egy tulajdonnév, egy személynév, az pedig a Gyula. Magyarán, ha így olvassuk ezt a mondatot, akkor azzal kell számolnunk a továbbiakban, hogy a magyar történelemnek volt egy Gyula nevű kendéje, ami hát pillanatnyilag a történeti forrásainkban nem annyira szerepel. Azt gondolom, hogy azért ez egy eléggé érdekes dolog, és ezen a nyomon fogunk majd tovább menni, és akkor átadom a szót Jánosnak, és lapozgatok majd neki, hogy... Köszönöm szépen. Menjünk át a elsőre. Kicsit megtévesztő az, hogy ez most a saját olvasatunkként van bemutatva szerintem, mert hogy amikor ezzel a forrásszöveggel a magyar közönség az 1870-es években megismerkedett magyarul, akkor ez az általános olvasata volt ennek a szövegnek, mindenki ilyen módon értelmezte, és ugye lehet azt látni, hogy ezzel a szöveggel nem csak Magyarországon foglalkoztak a későbbiek, hanem külföldön is, és a külföldi fordítások és értelmezések is inkább ebben az irányba mutatnak. Úgyhogy innentől kezdve érdekes az, hogy akkor mégis hogyan tudott elkanyarodni a magyar tudományosság egy teljesen más értelmezés, egy gardizi-centrikus értelmezés irányába. És itt jön a következő meglepő fordulat, hogy az értelmezés hamarabb megszületett, mint hogy a magyar tudósok megismerték volna gardizi szövegét. Mert már valójában az 1870-es években és a 80-as évek elejére megvolt a osztott uralmi szerkezetnek az elgondolása, anélkül, hogy bárki ismerte volna a vesztvallók közül a dzsajháni hagyományba betagozódó gardizi féle szöveget. És hát ez teszi igazán érdekessé ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen, mint a periódusos elem rendszernek az elemtáblázatában, itt már megvolt a helye a gardizinek, mire az 1900 körül ismerté vált. És még érdekesebb az, hogy egymással egyébként vitázó és szögesen ellentétes elképzeléseket valló embereknek sikerült hasonló álláspontot foglalni ebben az ügyben. Menjünk akkor egyel tovább. A következő. Itt látható a századok, nem, bocsánat, az előző. De ez most kettő volt, tehát a következő, ez az. Szóval itt látható, hogy 1871-ben mi jelent meg a századokban, milyen fordítás és milyen értelmezés, ahol hát elég egyértelműen letett a voksot a közlő, hogy a Gyula az egy név, és a Kende pedig egy cím ebben a felállásban. És meglepő módon ez az értelmezés szerepelt Hunfalvinak a Magyarország etnográfiája című kötetében is. Jöjjön a következő dia. Tehát amikor a szöveget idézi föl, akkor ugyanezt a megközelítést használta, és
menjünk még a következőre. De már beúszik a képbe a kazár hasonlat. Már elkezdik összehasonlítani a kazár hatalmi szerkezettel a magyar hatalmi szerkezetet, és akkor innentől kezdve kezd átúszni az elnevezés, a név egy címmé, egy rangá, és ezt Hunkalvi után Vámbéri fejti ki majd a legjobban egy pár évvel, legyen a következő diam. Ő elég részletesen körbejárja ezt a problematikát, és nem teljesen azt a megoldást kínálja, mint ami később kikristályosodott, de nagyon sok szempontból hasonló, és őnála már teljes pompájában ott van ez a kazár párhuzam a magyar hatalmi szerkezetre. Tulajdonképpen azt kell mondjuk, hogy itt megfogalmazódik az, hogy ez itt egy kazár mintára megszervezett államiság lenne. És hát nagyon érdekes, hogy ő azt is megmondja, hogy miért rugaszkodik el az eredeti arab szövegtől. Menjünk a következőre. És hát itt a lényeg. Ugye van egy olyan akkor már régóta ismert forrás, ami abszolút hitelesnek tekinthető, és 10. század közepére nézve a főfejedelemnek a címét nem, de a magyar államszervezet, az akkori magyar államszervezetnek az alsóbb rangú tisztviselőinek a nevét, rangjának a nevét ezt tartalmazza, és ott a Gyula az méltóság névnek van megadva, és Vámbéri azt mondja, hogy mennyire remek dolog az, hogy ezen a ponton az egyébként számos tekintetben ellentmondani látszó források mégiscsak összeérnek, és itt az igazolás Ibn Rusztában arra, amit a bizánci császár által összeállított kormányzati kézikönyv is elmond. Tehát, hogy valójában az hiába volt meg az 1870-es években az eredeti arab szövegnek egy jól értelmezhető magyar fordítása, az a háttértudás, ami akkor a kutatóknak rendelkezésére állt ezen a forráson kívüli világból, a más történeti forrásokból, és az a képzet, hogy ezeket mindenképpen egyeztetni kell, mert ezek egy történetnek, a magyar történetnek nagybetűvel a különböző részelemei, aminek össze kell passzolni, az elvezetett egy újfajta értelmezéshez, amit aztán a Gardizi szöveg feltűnése és megismerése hát elkezdett kőbevésni, bár azt kell mondjam, hogy a Gardizi kapcsán a problémák is nagyon hamar fölmerültek, de azok korán sem kaptak akkora teret a tudományos szakirodalomban, mint ez a fajta feltételezhető egyezés, ami mentén aztán a gondolkodás továbbiakban folyt. Menjünk a következőre. Ugye voltak kételkedő hangok, és nem is akármilyen kételkedő hangok, tehát a fiatal Humann Bálint, akiből aztán nagyon tekintélyes tudós lesz, 1908-ban egészen határozottan kiállt amellett, hogy ő nem látja annak lehetőségét, hogy a kazár, az akkor ismert leírt kazár államszervezettel párhuzamba lenne állítható az, ami a forrásokban szerepel. De hát úgy tűnik, hogy ez volt a meglepő módon mégiscsak ez volt a gyöngébb hang a szakirodalomban, mert hogy közben a másik irányban is elkezdett elmélyülni ennek az azonosságnak a gondolata, és ennek az azonosságnak a gondolata aztán, mint látni fogjuk, sírre állította a kutatóknak a gondolatmenetét is, tehát hogy egy történeti azonosságból aztán nyelvészeti hipotézisek születtek.
holott az a, mondjuk így, hogy talán döntő hatás, ami a Kazár párhuzam felé lökte ennek a szövegnek az értelmezését, az a történettudományon kívülről érkezett. Szintén ebben az időszakban, és akkor lépjünk át a következő diára. Ruhán Gézától, aki ugye a pszichoanalitika akkor bimbózó tudománya felől kezdett el foglalkozni történeti kérdésekkel, de hát azért azokat a munkákat, amiket ő erről írt, hát mai szemmel nézve nehéz lenne történeti megközelítésnek tartani. Ő volt az, aki nagyon határozottan kiállt a Kazár államszervezet való hasonlóság mellett, egészen odáig elmenve, hogy már a szakrális fejedelemséget is meglátta ebben a szövegben, és ő egy japán párhuzamot képzelte le ehhez a dologhoz. Tehát valójában az ő elgondolása annyiban tér el a későbbiektől, hogy ő a dinasztián belül gondolta ezt a két címet kiosztani különböző korú és rangú személyeknek, ami hát úgy tűnik, hogy távol áll, mint a általunk ismert Kazár felállástól, meg a későbbi irodalomtól. És ugyan Róhelyem nem válik a mainstream történettudomány részévé, de azért megfigyelhető ebben a történetben a historiográfiai összefüggések vizsgálatakor, hogy a gondolatok azok attól tovább görögnek. Sokszor búvópatakként hidalnak át évtizedeket. És hát az a szellemi kör, aminek ő az egyik vezéralakja volt, és amihez többen is tartoztak, az tovább viszi ezt az elgondolást, finomítja, alakítja, tehát ugye végül eljutunk a második világháború után Ceglédi Károlyhoz és az általa megfogalmazott szakrális kettős fejedelemség kérdéséhez. És hát azt gondolom, hogy ezt a kvázi közelmúltat, ezt szinte valamennyien igen jól ismerik. Tehát, hogy mit tett ehhez a kérdéshez hozzá Györfi, Kristó, Ceglédi, arról igazából túlságosan sok szót ebben a mai előadásban nem nagyon érdemes vesztegetni. Az látszik, hogy azoknak az elgondolásoknak a csírái, vagy az alapjai, amikkel ő tovább gondoltak, tovább dolgoztak, azok már léteztek 1918 előtt a magyar szellemi közéletben, szellemi térben, nem is mindig a történettudományi térben. Csak hát az a probléma, és hát ez a magyar 20. századnak egy jelentős problémája nagyon sok területen, hogy miután itt állandó szakadozottság van politikai, meg társadalomtörténeti értelemben, itt újra és újra kilettek rakva nevek és emberek és életművek a mainstream tudományosságból. De ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a gondolataik is kilettek volna rakva, de ezért viszont nem látszik, vagy nem magától értetődő az a fajta folyamatosság, ami a kérdés taglalásánál van, nem is beszélve a korai gyökerekről. És hát számomra ez a munka volt az, ami ráirányította a figyelmet arra a fontosságra, hogy a historiográfia az nem csak egy kötelező, kitöltendő rubrika a publikációban, hanem tulajdonképpen az elemi megértést segítő területe a történettudomány művelésének. Mert hogyha nem sikerül összerakni egy adott kérdésben a jelenkori kutatók állításai és érvrendszere mögött húzódó történeti dimenziókat, akkor sok esetben nem fogjuk megérteni ennek a gondolatmenetnek, egy-egy gondolatmenetnek a valódi indítékait, valódi mozgatórugóit, és az egész folyamatnak a dinamikáját, amivel a jelenkorba jutunk el. És én most átadnám a szót Balázsnak a folytatáshoz. Egy pillanat, csak valami itt nekem akadozik. Jó.
Rendben. Tehát a tudománytörténeti elemzés az ugye azt mutatta ki, hogy ennek az Ibn Rusztai, illetve Gardizitől származó mondatnak az értelmezése, mert az Ibn Rusztánál főleg, az nem belülről a szöveg irányából táplálkozott, hanem egy teljesen kívülről jövő gondolatrendszer határozta meg, és nyomta rá a bélyegét. Ami persze nem önmagában nem baj, csak látható, hogy itt azért talán félrevitt dolgokat. Na most, amikor ugye ideig eljutottunk, akkor eléggé világossá vált, hogy meg kellene nézni, hogy rendben van, de milyen háttere van ezeknek a fogalmaknak, úgy egyáltalán a sztyeppe történetben. Ez megint csak egy nagyon tanulságos dolog, az utóbbi idők kutatásaiban rengetegszer futottunk bele, hogy hát nagyon meg kell nézni a háttereket, és azokat történész szemmel kell alapvetően megnézni, mert egyébként nem biztos, hogy megtaláljuk azokat az eredményeket, vagy megtaláljuk azokat a pontokat, amin érdemes gondolkodni. Ugye a Kendéről és a Gyuláról alapvetően a tudomány az azt mondja, hogy hát ez a török méltóság néve rendszer részeit képezik mind a ketten, tehát jól beágyazható a sztyeppe történetben, meg is találjuk őket a különböző, akár például török összefoglalóban is, ahol vannak ilyen katalógusok a méltóság nevekről, és hogy akkor ez így tulajdonképpen rendben lenne. Úgyhogy mi viszont elkezdtünk utána nézni a dolognak, és hát elég érdekes eredmények lyukadtak ki, és az most teljesen független bizonyos szempontból attól, amit eddig csináltunk, tehát a szövegértelmezéstől is független és érdekes eredményekre vezetett. Először is nézzük meg a JLH-t, a Gyulát. Itt látható az a betűcsoport, amivel az lejegyzésre került. Ez elméletileg nem kéne, hogy túlságosan bonyolult legyen. Nyilvánvalóan, amikor arab írással lejegyeznek egy nem arab nyelvű szót, akkor annak a fonéma készlete az eléggé kérdéses, tehát hogy azt azért nem tudjuk pontosan, hogy hogyan is kéne ezt elő, tehát hogyan hangzott egykor ez a szó, azt meg pláne nem tudjuk, hogy milyen magánhangzókat hova kell azt beleolvasni. Továbbá hát az arab írás, különösen az idegen szavak esetében, az különösen alkalmas arra, hogy téves másolatok készüljenek róla. Ugye ez magyarul is így van, hogyha valamilyen fura idegen szót kell leírnunk, ami olyan nyelvből, amiről fogalmunk sincs, akkor gond nélkül tévesztünk betűt, vagy cserélünk fel betűket. Az arab írásban ez egy kicsit még jobban meg van spékkelve. Sok pici mellékjelecske van, amit akár el is hagyhatnak, és akkor már is dőlt az olvasat, vagy megváltozik az olvasat. Itt eléggé úgy tűnik, hogy ez a JLH, ez rendben van, amit mondjuk Gyulának lehetne olvasni. Ugyanakkor azért felhívnám a figyelmet, hogy ez a szókezdő J betű, ez azért eléggé különböző hangokat is takarhat, mint ahogy az arab nyelve, különböző arab dialektusokban a kiejtése is különbözik. De hát itt van egy nagyon egyszerű és világos példa, ugye az iráni szavak G-je az arabban egy csomó esetben J-vel kerül át, ugye Bahrangur, Bahramjur, Gurgan, Gyurgyan, Azerbajdzsán, Azerbajgán párosok, tehát már ez a korszakunkban is megvan, tehát azért ezen érdemes elgondolkodni, hogy ez biztos, hogy J-vel kell-e feltétlenül olvasnunk, ami ugye nem mellesleg a macskar lejegyzésű magyar névnél sem egy elvetendő kérdés, hogy akkor az a J az tényleg J-je. De ezen a vonalon most nem megyünk tovább, hanem megpróbáljuk megnézni, hogy jó, akkor van egy ilyen Gyula méltóság név, ami elvileg benne van a sztyeppei rendszerben, hát hol van benne. Ugye ezt a Jila-Jula fákja szóval hozta össze a nyelvészet, és abból vezette le, és kötötte bele az Ibn Fadlánnak a leírásába a kazárhatalmi szimbólum, kazárhatalmi rendszer szimbolikájához hozzá kötve ezt a dolgot egy nagyon bonyolult fejtegetéssel. Mi ennél lényegesen egyszerűbb emberek vagyunk, mi egyszerűen azt szeretnénk tudni, hogy mikor és hol hívtak Gyulának,
bárkit is osztjeppe történetben, és hogy ez a név, vagy szó milyen kontextusban kerül elő. Hát az a helyzet, hogy eléggé sovány eredményre jutottunk. Van egy személynevünk, egy Jula nevű figura. A jeniszei sírfeliratok, rovásírásos sírfeliratok között maradt meg a Kemcsik dzsirgati feliratban. Ezekkel az a baj, hogy eléggé nehéz datálni őket, hogy 8-10. Századra satszolják, és vagy egy türk, vagy egy kirgiz személynévről van szó. Ez egy felnőtt név, oda van írva, hogy Erati, tehát felnőttkori neve az illetőnek. Ennek nagyon örülünk, ez talán az egyik legjobb példánk. Aztán közismert, hogy van egy Kabaksin Jula törzse a besenyőknek, a Bibóban született Konstantin féle besenyő törzslistában. Ez a Jula vagy Jila, ez pontosan ugyanúgy van leírva, mint ahogy a magyar Gyula is szerepel, tehát ez teljesen jól össze tud vele függeni, csak hát az a gond, hogy nem tudjuk, hogy ez mi valójában. Ugye van a német Gyula-féle megfejtési kísérlet, ami arról szólt, hogy a besenyő törzsnevek azok egy lószínnévből, meg egy méltóságnévből állnak össze, csak hát az a baj, hogy az esetek többségében ez nagyon nyögvenyelősen hozható csak ki, illetve hát gyakorlatilag nem hozható ki. Egy nagyon kemény kritika érte ezt a törzsrendszert, vagy ezt a rendszerezési típust. Én magam sem nagyon látom, hogy ez biztos lábakon állna. Szóval egy valamit mindenképpen el tudunk mondani, hogy maga a Kabaksin Jula, mint törzsnév, az önmagában sehogy se igazolja azt, hogy a Jula az egy méltóságnév lenne. Ha tudjuk, hogy a Jula méltóságnév, akkor mondhatjuk, hogy a Kabaksin Julában egy ilyen méltóságnév, de ha nem tudjuk, akkor önmagában ez nem fogja ezt igazolni. Aztán van egy besenyő vezérünk, ami a képes krónikában, vagy akinek a neve a képes krónikában van benne, Gyulaként, tehát egészen ugyanúgy, mint a magyar Gyula neve. Ezzel azért kell vigyáznunk egy kicsit, mert ez egy magyar közegben született lejegyzés, de mindenképpen valami ilyen jellegű név bukkan fel. És akkor itt van a Duló dinasztia, amit különböző helyeken a gyulákkal összehozni próbálnak. Ugye ez a bolgár fejedelmi lajstromban jelenik meg. És hát tulajdonképpen a magyar krónikákban is benne van. Ugye a Dúl vagy Dula királynak, Alán királynak a lányai szerepelnek a Hunor-Magor történetben kitüntetett helyen. Na most, hogy a Duló dinasztia neve összefüggje a gyulával, az egy remek kérdés, elméletileg akár lehetne is, de hát az a helyzet, hogy mondjuk a magyar ortográfiában a gyulákat sose írják D-vel, sokféleképpen írják, de D-vel nem jellemző. Úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk a Duló dinasztia, vagy a Dula-Alán király lejegyzése kapcsán egy kortárs magyarnak eszébe jutott, hogy ezt összekapcsolja a teljesen másképpen leírt Gyula névvel. Tehát nem biztos, hogy ez a név az ő fejükben azonos kellene, hogy legyen. De hát ennek persze lehetnek különféle okai. És ennyi. Tehát nem tudunk tovább lépni sem erre se ezen a vonalon. Ugye a Duló dinasztia, aminek egyébként egészen más irányba mutató feloldási kísérletei vannak, az nagyon necces, hogy a Gyulával egyáltalán egy vonalra állítható el. Nagyon sok kérdője. A másik három adatból pedig ugye kettő besenyő, ami azért érdekes, és az egyik besenyő adat ráadásul még magyar közegben is van, tehát az meg különösen, tehát az ilyen formán egy kicsit gyengébb. De teljesen mindegy is, a dolognak az a lényege, hogy ebből az derül ki, hogy a sztyeppei világban, tehát ebben a türk, poszt-türk, ujgur, poszt-ujgur világban ez a név, ez gyakorlatilag nincs. Tehát ez egy nagyon minimálisan használt, nagyon-nagyon parciálisan használt név, egyáltalán nem jellemző szinte sehol, ugye a besenyők az egyetlen kivétel, de a besenyő magyar kapcsolat az meg egy külön történet. Megint csak. És ami nagyon érdekes, hogy
Hát ugye ez a négy példa, ez mind valahogy tulajdonnévként üzemel. És sehol sincs méltóságnévként. Tehát a Gyulának, mint méltóságnévnek egyszerűen nincsen háttere. Nem tudunk mögé hátteret rakni ilyen szempontból, és hát személynévként is eléggé gyengén. Mikor tegyünk át a Kendére. A Kende olvasata, hát ez egy nagyon zűrzavaros dolog, van nekünk egy kánk, egy ennünk, egy dénk, meg egy hánk, ezt kéne valahogy elolvasni, ugye ezt bárhogy is lehetne olvasni, tehát rengeteg olvasati lehetősége van, csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy van egy arab törzsszövetség Arábiában, a Kinda, aminek a nevét pont ezekkel a betűkkel kell leírni, tehát akár úgy is olvashatnánk ezt a nevet. Azt, hogy én ezt most kendeként használom, az egy megszokás, valahogy el kell olvasnunk, hogy könnyebb legyen róla beszélni, de ez egy fikció, tehát hogy valójában nem tudom, hogy mi a megfelelő olvasata ennek a betűsornak. Akkor játsszuk el ugyanazt a játékot, mint az előbb, tehát nézzük meg, hogy milyen adatok sorolhatók a kende hátteréhez. Ugye a kendét azt már láttuk, János mutatta, hogy már nagyon korán odakötötték az Ibn Fadlán féle kazária leírás Kündür kagányjához, és innen aztán a kazár-magyar kapcsolatokra nagyon messze menő következtetéseket vontak le. Csak hát ezzel több baj van. Nem tudom, hogy látszik-e, hogyha itt az egérrel mutogatok, de a bal oldalon levő alak az a Kündür, egy R van a végén, most ugye a Kündür az nem kende, vagy künde, ugye a Kündür is lehet kender, tehát az is lehet bármi. Ja, még annyit az olvasáshoz, hogy ezt mi mániákusan magas hangrendű szóként olvassuk, tehát vagy kendének, vagy kündűnek. Szerintem e mögött az áll, hogy a korai orientalisztikának a kapunyelve tulajdonképpen az az oszmán volt. Aki kelettel foglalkozott, az beleütközött az oszmán törökbe. És hát az oszmán törökben ez a kef betű, a kezdő betű, ez magas hangrendű szavakban szerepel. Tehát ez ugye a törökben is van magas és mély hangrendűség, és ezt a K betűt, ezt a magas hangrendű szavakban használják, úgyhogy szerintem a magas hangrendű olvasat az innen jön. Egyszerűen a vámbériéknak ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezt magas zsigerből jött, hogy ezt magas hangrenddel kell olvasnom. Egyébként szintén nem biztos, hogy megállja a helyét. Na de vissza a Kündürhöz. Hát az R az nem E, a Kündür az nem künde vagy kende, de erre kínálkozott egy jó kis megoldás, méghozzá a lejegyzés emendációja. Az arab írásban egy csomó betű könnyen összetéveszthető, ha idegen szavakat írnak le, akkor még könnyebben összetéveszthető, és hát az R és az Ü, R és a Vav betű, ami egyébként az Ü-t vagy Ú-t is jelölheti, az nagyon-nagyon hasonló, az egy típushiba, hogy egy másolás során elromlik idegen szavakban. Ugye itt látható a második alak, ez hogyha emendáltuk kündüre, vagy KND Vavra a szót, ez egy teljesen valid rendben levő dolog. És akkor ezt el tudjuk olvasni kündűnek, a kündűről meg tudjuk, hogy magyarul kende, ugye? És hogyha tudjuk, hogy magyarul kende, akkor már is eljutunk az Ibn Rushd féle alakhoz. Tehát az a furcsa dolog van, hogy az Ibn Fadlánnál lejegyzett kündürt, azt nem tudom, hogy KNDR-t, nem tudom KNDH-vá emendálni, ami az Ibn Rushdban van, tehát nem tudok kapcsolatot építeni az arab írás alapján az Ibn Rushd és az Ibn Fadlán féle lejegyzés között, ez két világosan különböző dolog. Még emendációval sem tudok átmenni egyikből nagyon a másikba. Ezt a kettőt csak úgy tudom összekötni, hogy feltételezek a magyarban egy kétalakúságot, tehát egy magyar kétalakúságot feltételezek, és akkor úgy tudok visszacsatolni az Ibn Rushd féle lejegyzéshez. Hát én azt gondolom, hogy azért ez egy eléggé nyakatekert megoldás. És hát van még egy probléma, hogy hát ugye Ibn Fadlánnál nem szerepel még csak kündürméltóságnév sem, hanem kündürkagán szerepel,
ami azért eléggé úgy néz ki, mintha a kagánnak ez valamiféle jelzője lenne. De nem önálló, tehát nem kündűr van, hanem kündűr kagán, ahol a kagán az egyértelmű méltóságnév, és a kündűr lehet egy jelző, olyan, mint a gürkánnál például, hogy a kán elébe bekerül egy gür. Nyelvileg azt jelenteni, hogy hatalmas. Tehát sok sebből vérzik ez az fadlános azonosítás. Én azt gondolnám, hogy egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy az fadlán adatot össze lehet kötni a magyar méltóság névvel, és majd látjuk, hogy erre egyéb okunk is van, hogy kételkedjünk ebben. És ugye hát a kündűt nem tudjuk nagyon kendének olvasni, tehát az azért az egy nagyon, nagyon más dolog. Tehát nincs azonosság. Hamarosan megérkezett egy újabb információ ebbe a pakliba. Ez egy Iszhák ibn Kundádzsik nevezetű, Kundádzs vagy Kundádzsik nevezetű kazár származású parancsnok, aki az arab, az abbaszida birodalommal harcolt, és egy arab katonai parancsnok volt a 9. század végén, 10. századi forrásokból ismerjük az ő nevét, és hát adta magát a feltételezés, hogy hát akkor a Kundádzs vagy Kundádzsik szó, az ugye hát kazár lenne, hiszen az emberünk is kazár származású, és ennek az alapja a kende szó megfelelő alakja lenne, és a J vagy Jik az talán egy kicsinyítő képző volna a végén. Ezzel az a gond, hogy hát ugye ebből a névből ez önmagában nem derül ki. Tehát ez ebben a formában egy név, simán és egyszerűen. Nem tudjuk, hogy méltóságnéve, vagy méltóságnévvel összefüggő személynéve. És hát van még egy baj, hogy ennek a lejegyzésével pedig a megfelelő helyen egy alef van. Tehát nem se nem H, se nem R, hanem egy alef. Tehát ez egy harmadik alak, már feltéve, hogy a Kundádzsik szót azt úgy kell megmondani, hogy Kundá és J vagy tehát plusz J vagy plusz Jik. Tehát a Kundá lenne az alapszó, ha ez egyetlen igaz. És akkor van egy harmadik adatunk, szintén 10. század, Al-Maszúdinál szerepel, hogy az alán uralkodói cím az Kár Kundádzs. Ugye ezt az Iszhák ibn Kundádzsal egyébként nagyon szépen össze lehet hozni. A Kárt azt egy ilyen előtakként szokás olvasni, ezzel próbálkoztak azzal is, hogy lehetne ez a gűr, tehát a hatalmas alak. Ugye ez egy alán iráni uralkodói cím, Kundácsként, akkor ugye ez azért valamelyest mégiscsak megkérdőjelezi azt, hogy az Iszhák ibn Kundádzsik nevében a Kundádzs az a Kundá, vagy tehát a kende egy török szóból jönne, amit egyébként nem ismerünk. Úgyhogy ez egy figyelemre méltó adat, de azt gondolom, hogy a kendét azt megint csak nem igazán tudja igazolni. Ráadásul ezen az alán iráni vonalon tovább is tudunk menni kicsit, mert az a helyzet, hogy a Kundádzs az eléggé jól magyarázható iráni alapon. Nem mi találtuk ezt ki semmiképpen. Ferdinánd Giusti már a 19. század végén jelezte ezt az opciót, hogy ez a kundák-kundág szóból jön, ami mágust és jövendő mondót jelent. És a végén a K az ugyanúgy van a J formában, mint amit már feljebb láttunk Azerbajdzsánnál vagy Behram Gur nevénél. Tehát, hogy ez egy teljesen világosan levezethető valami, és hát mi tagadás személynévnek még akár. Ez is jó lehet. Persze kérdés, hogy a Kár Kundádzsnál, mint uralkodói névnél, hogy jön ez ide? Hát úgy, hogy, vagy úgy jöhet, hogy ez egy nagyon szerteágazó iráni szócsalád, és pontosan a bonyolultsága és szerteágazósága miatt nagyon komoly kutatásokat végeztek rá, nem is tudom, 3 vagy 4 cikk foglalkozik csak ezzel. És az derült ki, hogy két alapvető iránya van a szó értelmének. Az egyik az a bölcs, mágus, tudó ember, ami ugye megint csak akár az uralkodói címekben is jó lehet, egy csomó uralkodói címben benne van ez a dolog, vagy benne lehet ez a dolog. De van egy másik értelme is, ez a katona vagy sereg,
ezt a közel-keletesek, ugye alapvetően Jund, vagy Jund néven ismerik, az oszmánban is benne van, még Magyarországon is használták. Ez egy közszó ebben az értelemben. És hogy ez az értelme ez nagyon korán megvan, azt már egészen korai szíriai források is bizonyítják. Na most mi ennek a kérdéskörnek a nyelvészeti részében nem tudunk belemenni, mivel hogy nem értünk hozzá. De az a helyzet, hogy nem nagyon látunk a kende mögé gyakorlatilag semmit, amiből ezt valahogy le lehet nevezetni. Ez egy lehetőség, ezt majd valakinek egyszer ki kell dolgoznia. Ügyesen eltüntettem azt az oldalt, ami még egy továbblépési lehetőséget mutatna. Röviden vázolom. Ez nagyon régen megjelent, már láttuk is. Már Vámbéri feldobta, hogy ez a mongolban is megvan, mármint a kündű alak. És ezzel aztán Ligeti Lajos foglalkozott a második világháború előtt, aztán ezeket a nézeteit jóval később visszavonta, megkérdőjelezte. Arról van szó, hogy a mongolban megjelenik ez a szó, és tiszteletet jelent, illetve nagyon sokszor jelzői formában fordul elő, úgyhogy nagy, súlyos, tekintélyes és ilyen formán aztán tisztelt értelemben, viszont önálló uralkodói címként nem nagyon használják ott sem. Szerepében egyébként sokkal inkább a kündürkagánhoz kapcsolható, hogy többen oda is kapcsolták. Ugye a kündür az pont ugyanúgy szerepel a kagán előtt, mint ahogy a kündele szerepel különböző mongol címekben. Tehát mélyen tiszteltként mondjuk. Azt, hogy ez a magyar kündével össze tud-e függni, valójában ezt szintén a magunk részéről pillanatnyilag nem látjuk. Eléggé késélyeknek tűnnek azok az adatok, amivel egyenlőre dolgozni tudtunk. Minden esetre nagyon látunk mást. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok fele próbálkoztunk, rengeteg névtárat átnéztünk, és tényleg irgalmatlan sok adatot feldolgozott már a kutatás, az utóbbi időben nagyon jó ilyen összefoglalások jelentek meg. Az a helyzet, hogy a kendének, kündének egyszerűen nem nagyon van háttere. Tehát amit látunk, az egy nagyon halvány, vagy egy halvány iráni szál, vagy egy halvány mongol szál, amin el lehet indulni, és talán valamit ki lehet belőle kalapálni. De a tanulság megint csak ugyanaz, hogy egyszerűen ez a szó nem szerepel a klasszikus sztyeppe régióban, abban a sztyeppei világban, amit mi így jobban ismerünk. Tehát se a tük, se az ujgur, de egyébként a későbbi sztyeppei időszakban sem szerepel. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy lehet, hogy a magyar tudományosság azt gondolja, hogy ez egy mindkét szó mélyen be van ágyazva ebbe a keleti világba, de az a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy nincs mélyen beágyazva, vagy mi nem ismerjük ezt a beágyazást, és akkor ezzel át is adnám a szót Szabó Jánosnak zárlathoz. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen az összefoglalásunk az pontosan erre fut ki, hogy jól láthatóan ennek a munkának két része volt. Egyik része az Ibn Rushd-a szövegének az értelmezése, amiben nem járatlan úton keleten indulnunk, hanem végül is nagyon jelentős külföldi és magyar arabistáknak a véleményére lehetett támaszkodva azt mondani, hogy az általunk javasolt olvasat az egy reális értelmezése ennek a szövegnek. Ami azonban ugye számos további kérdést fog fölvetni, amiben egyelőre mi nem mentünk bele. De már azért a muszlim földrajzi irodalom különböző szegmenseinek tanulmányozása során újra és újra fölmerültek ezek a kérdések, hogy mennyire stabilak a kronológiai támpontok, ami alapján megpróbálták ezeket a szövegeket elhelyezni az időben, illetve, hogy
Balázs más irányú kutatásaiból gyönyörűen kiderült. Ugye történelme azoknak a népeknek van, amik megérik a jelenkort, és ahogy a közép- és kelet-európai szláv kutatók igyekeztek minden adatot besöpörni a saját népük történetében a muszlim földrajzi irodalomból, nagyon úgy tűnik, hogy a magyar kutatók sem jártak el lényegében másként, és hát minden adatot a Kárpát-medencébe vándorló magyarsághoz rendeltek hozzá, figyelmen kívül hagyva azokat a lehetőségeket, hogy más magyar csoportok maradhattak továbbra is keleten, vagy érkezhettek később is, és hogy egyáltalán nem biztos, hogy minden olyan adat, ami a muszlim földrajzi irodalomban magyarokra vonatkozik, az az Árpád-féle honfoglalókra is vonatkozik. Ugye itt a jó eséllyel Árpád kortársaként megfogható Gyula Kendével ez különösen élesen exponálódik, ez a probléma. Ugye ez ügyben majd szeretnénk további kutatásokat végezni. A másik fontos kérdés, ami kibontakozott előttünk, hogy hát mindazok a mondjuk így, hogy kulturális markerek, nevek, méltóságnevek, rangok, amik alapján ezt a honfoglaláskori magyar társaságot nemes egyszerűséggel a török világhoz szokták utalni. Ezek jóval bonyolultabb összefüggésrendszert mutatnak. A Balázs által megfogalmazott türk, poszttürk, poszttürkül világban a magyaroknál föltűnő fogalmak azok egyáltalán nem tűnnek mélyen beágyazottnak, közismertnek, vagy éppenséggel ennek a világnak a peremvidékére mutató hasonlóságok jönnek elő, mint az iráni, meg a mongol kapcsolat. Ugye hát ezügyben nagyon sokat lehet várni majd Rónatas Andrásnak a Kitan nyelvvel kapcsolatos kutatásaitól, mert hogy ott van egy mongollal, a mai mongollal rokon, de a honfogláskorral közel kortárs nyelvi bázis, amiben lehet, hogy majd lehet további mélyfúrásokat, meg kutatásokat tenni. Nagyon kíváncsian várjuk az eredményeket. De hogy mindenképpen úgy tűnik, hogy nem tipikus törökös az, ami a mi forrásainkban fölbukkan ebből a közegből. És hát aztán ez megint egy érdekes kérdés, hogy vajon térben vagy időben kellene a török világ mögé nézni ezekben az ügyekben. És hát köszönjük szépen a figyelmüket. Türelmesen végighallgattak bennünket. Nagyon szépen köszönöm.